2015. október 20-án adták át a kívülbelül megújult Albert Schweitzer kórház épületét és az újonnan hozzáépített központi műtőblokkot 60-ban. Az Európai Uniós forrásokból megvalósult fejlesztés sorozattal 2011 és 2015 között az intézmény elmúlt 50 évének legnagyobb rekonstrukciója ment végbe. Az átadó ünnepséget megelőzően sajtótájékoztatót tartottak. A mai helyen, ahol vagyunk, a 60-i kórházban, itt is több fejlesztésre végrehajtására került és került sor. Ezt követően a kórház aulájában üdvözölték a megjelent vendégeket. Ennek a munkának a pénzügyi bázisát, az a közel 3,5 milliárd forint támogatás jelentette, melyben intézményünk a 2011 és 2015 közötti időszakban részesült. Köszönhetően ennek a jelentős anyagi hozzájárulásnak, illetve számos szakembernek már a teljes mértékben kívülbelül megújult az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet. Büszkén jelenthetjük ki, hogy intézményünk a régió egyik legkorszerűbben felszerelt egészségügyi centrumává vált. Megépült az új központi műtőblokk, a központi sterilizáló és szeptikus műtő, valamint a fedett mentőbeálló. Átadtuk a sürgősségi betegellátó osztályt. Megújult a szülészeti osztály, a radiológiai osztály. Korszerűsítettük az orvosi műszerparkot, megújult kórházunk teljes homlokzata, kicseréltük az összes nyílászárót, és napelemek kerültek valamennyi épület tetejére. Ünnepeljük ma együtt a kórház teljes megújulását, és mindazokat, akiknek a munkája nélkül nem mehetett volna végbe a struktúraváltás folyamata. Az ünnepélyes eseményen Ober Frank Pál színművész ismertette a kórház 50 éves történetét. Majd elsőként dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Rétvári Bence kiemelte, az évente mintegy 300 ezer beteget ellátó 60-i kórház korszerűsítésére fordított közel 3,4 milliárd forintos támogatás annak a beruházásnak a része, melyet az elmúlt 5 évben egészségügyi fejlesztésre fordítottak. Ebben az évben és az elmúlt időszakban összesen 500 milliárd forint értékű egészségügyi fejlesztés valósult meg. Ez az, amit átadunk az itt dolgozó orvosoknak, ápolóknak és leginkább a betegeknek. 500 milliárd forint óriási összeg, ennek a nagyobb része 322 milliárd forint fordítódott a kórházakban a fekvőbeteg ellátás korszerűsítésére, elsősorban épületek felújítására, és ezen túlmenően még 104 milliárd forint fordítódott új műszereknek a beszerzésére. Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője Hamvaiból feltámadó Főnixhez hasonlította az Albert Schweitzer kórházat, amely a kitartó munka révén tudott újjászületni és megerősödni. Azonban azt is kiemelte, a munka nem ért véget, hiszen még szükség van fontos fejlesztésekre. Egy új mentőautót már kaptunk, már csak egy új mentőállomást kérünk. Nem messzire, ide pont szembe a mentőállomás, vagy a mentőfelhajtóval, hogy közel legyenek a mentősök, és méltó körülmények közé kerüljenek. Baj van még ezzel az épülettel, nyilván ezt is meg kell oldanunk, meg kell csinálnunk. Baj van a nővészállóval, és rengeteg-rengeteg eszközzel, géppel, de ezért tennünk kell. Együtt, mosolyogva, izzadva, mert ingyen nem adják, de a fejlesztéseket hozzunk el továbbra is. Dr. Decki Zoltán, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont Észak-Közép-Magyarországi Térségi Igazgatóságának igazgatója elmondta, az intézmény fejlődése mindenképpen átlagon felülinek nevezhető. Ahogy számolgattuk itt főigazgató asszonnyal, én magam 7 alkalommal voltam valamilyen avatáson, ünnepélyes átadáson jelen, úgyhogy 2 alkalommal nem tudtam eljönni. Emellett, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a város micsoda fejlődésen ment át, én azt gondolom, hogy minden olyan lehetőséget megteremtettünk ahhoz, hogy ez a város megtartsa azokat az orvosokat, szakdolgozókat, akik ide kötődnek, és olyan munkát tudjanak végezni, hogy lehetőség szerint minél kevesebb járó és fekvő beteg érkezzen ide. Dr. Stankovics Éva, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta azt a helytállást és kitartást, amely nélkül a kórház nem érhette volna el ezeket az eredményeket. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy az elkezdett utat, melynek folytán intézményük az egyik legmodernebb térségi kórházzá vált, tovább kell folytatniuk. Az ünnepi pillanat örömében osztozva állunk itt most közösen, magunk elé idézve múltat, jelent jövőt, de megállni csak egy percre szabad. Számos feladat és további szakmai kihívás áll még előttünk,
amelyet ugyanolyan hittel és szakértelemmel kell majd megoldanunk, mint a jelenlegi beruházást. Ehhez kérjük továbbra is azt a segítő támogatást, amelyet sokaktól kaptunk, ahhoz, hogy a mai napig eljuthassunk, hogy ezt az eredményt elérhessük. Az ünnepélyes projektátadó rendezvényt a 60-i Grassalkovics ének együttes produkciója tette még emelkedettebbé. Jubilate Deum Mystera, jubilate Deum Mystera, ezt követően a kórház névadója Albert Schweitzer előtt tisztelgett az intézmény. Dr. Dolecsek Miklós főorvos, a Tudományos Tanács titkára emlékezett meg a béke Nobel-díjas teológus, filozófus, orvosról. Albert Schweitzer életműve rendkívül sokrétű. Vallás, filozófia és kultúra, kutatás, orgonaépítés és az orgona megszólaltatásának művészete, az atomkor és a fegyverkezés problémái, a trópusi betegségek vizsgálata, az őserdőben végzett páratlan, humanista munka elválaszthatatlan egységet képeznek. Kant vallás filozófiája, Bach zenéje és a keresztényi tanítások Schweitzer gondolatvilágának kulcsfigurái. Hitt benne és hirdette, hogy az igazság szelleme erősebb, mint a körülmények ereje. A 60-i kórházban 1992 óta tüntetik ki Pro Vita díjjal az intézmény arra érdemes dolgozóit. Ebben az évben dr. Zólyomi Ferencné Kocsis Katalin mellett dr. Basa Antal fülorgégész főorvosnak adományozták az elismerést. Meghatódottan állok itt önök előtt. Azért meghatódottam, mert mint főorvos úr említette, 1969. szeptember 1-e óta dolgozom a 60-i kórházban. 46 év alatt szinte nem volt el hét, vagy nap, vagy két hét, amikor ne lettem volna jelen, mint 60-i fülorgégész itt a 60-i kórházban. Pályaválasztás röviden, hol dolgozol ez a gyerek, hát Galgajvízzel lakjuk, hova menjen. Sebészeten nem volt állás, és Boldog Emlőkő Szabó Remélyi főorvos azt mondta, hogy fiam, figyelj ide. Gyere, fülorgégésztek, akkor volt itt állás. Mi csak 0-tól 100 éves korig gondolkozzuk a betegeket, és hogyha akarsz, ha úgy kell, akkor megoperálod, hanem akkor konzervatívan kezeled. Főorvos úr, köszönöm szépen, és így ragadtam a fülorgégészeti osztályon. És szeretnék még köszönet mondani, azért 46 évén több, leírtam ide magamnak, hogy több ezer emberrel dolgoztam együtt. Rendkívüli Pro Vita díjjal jutalmazták továbbá Szabó Zsolt államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét is, aki szívén viselve az intézmény sorsát, közéleti személyként és magánemberként is egyaránt sokat tett a 60-i Albert Schweitzer kórház fejlesztéséért. Az ünnepi műsor a köszönetnyilvánításokkal folytatódott, majd dr. Pajtó Gábor, a Heves megyei kormányhivatal kormány megbízottja, átnyújtotta az intézmény főigazgatójának az építési beruházásokra vonatkozó használatba vételi engedélyeket. Ezután az új műtőblokk épületét Bodáné Csontos Gabriella lelkészasszony megáldotta, Koza József kanonok prépost pedig megszentelte. Ezt követően az ünnepélyes szalagátvágással átadták a betegellátás számára az újjászületett intézményt. Végül a vendégeknek lehetőségük nyílt közelebbről is megtekinteni a nagyszabású korszerűsítések eredményét az Albert Schweitzer kórházban.
2012-ben indult ez a folyamat a kórházban, azt előzte meg természetesen a tervezés, és rengeteg olyan szervezeti egység újult meg ez alatt az időszak alatt, ami részét képezte ennek a projektnek, többek között a radiológiai osztályunk, az intenzív osztályunk, a szülészetnőgyógyászati osztályunk, és hát most a mai napon átadjuk a központi műtőblokkot, ami tartalmazza, magába foglalja a műtőket, illetve a központi sterilt. És a projekt részét képezi egy korszerű fedett mentőbeálló, azt gondolom a mai kor elvárásainak megfelelően egyszerre több mentőautót tud fogadni az intézmény, több mentőautó meg tud fordulni, mindenképpen gördülékenyebbé tette a betegellátást. A közel 3,5 milliárd forint összértékű beruházásból 2,7 milliárd forintot igényelt a struktúraváltás. Ebből 1,7 milliárd forint fordult az építészeti megújításra, 1 milliárd forint értékben pedig új műszereket, berendezéseket kapott az intézmény. A hatvani kórház meghatározó fejlesztései a Galgamente lakossága számára is kiemelt jelentőséggel bírnak. Az aszódi járás hozzánk tartozik, a hatvani Albert Schweitzer kórház ellátási területéhez, így ezek az itt lakó betegek is igénybe vehetik a szolgáltatásainkat. Én azt gondolom, hogy egyrészt mindenképpen egy nagyobb biztonságot, magasabb szakmai színvonalú ellátást tudnak igénybe venni, és hát nem utolsó sorban néhány tapasztalatot is meg tudok osztani önökkel, hiszen a radiológiai osztályunk ugye már tavasz óta működik, és azt lehet mondani, hogy minimálisra csökkent a várólista. Nem kell várni sokat egy CT vizsgálatra, vagy hosszú időt egy ultrahang, vagy egy röntgenfelvételre, mert a digitális technikának köszönhetően nagyon lerövidültek a vizsgálatok. A nagyszabású projekt átadó rendezvénye állófogadással zárult, ahol pohárköszöntővel üdvözölték az újjászületett intézményt.